Most pedig a részletek és további híreink. A legjobb 30 közé került a kanizsai idősügyi modell. Ezt az idősügyi tanács és a klubvezetők tanácsának közös ülésén jelentették be. Az Európai Bizottság által szervezett Régiók és Városok Európai Hetén 10 000 pályamű közül került a program a top 30-ba. A Brüsszelben megtartott fiatal kutatóknak szóló rendezvényen a kutatás első fázisának eredményeit mutatták be. A nagy kanizsa azáltal, hogy egy ilyen eredményeket tudott felmutatni, illetve közösen fel tudtok ezt mutatni, ez mondhatjuk azt, hogy felkerült az idősügyi térképre, hiszen innentől mondhatom azt nyugodtan, hiszen ebben meg is erősítettek szakemberek, Európa parlamenti képviselők, fokozottan tényleg oda fognak figyelni, hogy milyen pozitív dolgok, milyen pozitív hatások vannak itt helyben. Nem önmagában egy-két hónapon belül várható változás, de az biztos, hogy mondjuk egy 5 éves stratégiai tervben, vagy még hosszabb távú tervben, ezekre érdemes maga a városnak, a településnek, a környező kisebb régiónak, akár a térségnek is ráépülnie. Tehát valószínű, hogy az eredmények egy nagyon pozitív hatást fognak kiváltani, ugye, ez biztos, tehát ez 100%. Ami még nagyon fontos, hogy maga a kampusznak, az egyetemi életnek is egy új lehetősége lesz, hogy önmagában ebben a témában kutasson, szakirodalmakat készítsenek.